Köszöntjük kedves nézőinket a Fonyott TV csatornáján. Mai műsorunk tartalmából. Megemlékezést tartottak az általános iskolában. Még tart az idősek hónapja, az óvodások egy műsorral lepték meg az időseket. Pályaválasztási kiállításon és véradáson is jártunk. A Magyar Festészet napján Egri József emlékkiállítás nyílt a múzeumban. A Fehérbot napja alkalmából Kriszbai Tetsze adott koncertet a Feng Shui galériában. Összesívott a film és a lány, színes lampion fényed az égen, mint a brostű a mélykék ruhán, és a fedélzet zenében megtelt, szólt a ringató lassú román. Kedves vendégeink, tanáraink, iskolatársaink! Ma 1956. október 23-ára az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezünk. Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy mit tudunk október 23-áról, annak jelentőségéről, esetleg a forradalmat kiváltó előzményekről, a többség azt felelné, hogy semmit, vagy nem sokat. A jobban értesültek talán azt válaszolnák, hogy október 23-a nemzeti ünnepünk valami forradalom emlékére. Nos, szégyen nem szégyen, az újabb generációk nincsenek tisztában ezzel az évfordulóval, de még a szülők, nagyszülők elbeszéléseiben is sok a bizonytalanság. Mai összeállításunkkal ízelítőt kívánunk adni az 50-es évek eseményeiből, amikor a félelem átitatta az emberek mindennapjait. Senki sem lehetett biztonságban, bárki számíthatott rá, hogy érte jön a nagy fekete autó, vagyis hogy letartóztatják. A jelenetek összesen hatot láthattok, mint kis életképek a forradalom kitörésének okaira próbálnak rávilágítani. Figyeljetek, s további felvetődő kérdéseitekre keressétek magatok is a választ könyvekben, újságokban, az interneten, beszélgetések során. Az első jelenet a Markó utcai börtön egyik cellájában játszódik. Három fogoly beszélgetéséből kiderül, hogy az ellenük felhozott koholtvádak alapján miként tartóztatták le őket, s milyen magaláztatásban volt részük. Egy vagonban érkeztünk. A váltók kattogásából tudtam mindig, merre járunk. Vasutas voltam. 1949-ben Szolnokon tüntetést rendeztek Mindszenty bíboros kiszabadítása érdekében. Néhány órával a tüntetés után letartóztattak. Azzal vádoltak, hogy részt vettem a tüntetésen. Megmutatta a menetlevelemet. Akkor érkeztem 14 órás vasúti szolgálatról az ország másik feléből. Akkor a maga rohadt felesége vett részt a tüntetésen, mondta az állam. Engemet a kocsmából hoztak egyenesen. Ott mulattunk a cimborákkal. Hamar fejbe csapott a pályinka. Tök részegen szuszogtam az asztal alatt, ők meg danázgattak, hogy Horthy Miklós katonája vagyok, meg hasonló nótákat. Felpofoztak, bevittek. A danászókat elengedték, engemet bent tartottak. Az a nyomorult Mautner. Csepelen az üzemben ő volt a helyi ávós besúgó. Az ávó megbízta, hogy írja össze azokat az embereket, akik antikommunista érzelmeikről voltak ismeretesek. Mautner pártállásra való tekintet nélkül összeírta 24 haragosát és a listát aláírta. Mautnert is beszállították. Együtt kerültek ide a börtönbe. Minden éjjel poklóba csavarták és véresre verték. Mióta ismerik a történetét, nem verik. Nem vagytok még elég fáradtak, rohadt hazárulók? Az anyátok keserű. Melyik nem tudja végbe fogni a száját? Maga pedig velem jön. Kifelé. A második jelenetben ugyancsak a Markó utcában, de már a börtön irodájában vagyunk, ahol egy őrmester kémtevékenységgel vádolja, hazaárulónak titulálja, s megfenyegeti az egyik rabot. Jó van, kezdjük előről. Mikor került kapcsolatba az imperialista kémekkel? Nem voltam kapcsolatban semmiféle... Jó van, akkor máshogy kérdezem. Kitől kapta Orwell könyvét az 1984-et? Ne tagadja. Megtaláltuk magánál. A nagynénémtől kaptam,
de még nem olvastam. Akkor honnan tudott a televíziógépről, ha nem belőle? A BBC-t hallgattam. Hiába akarja hallgatni. Sikeresen zavarjuk a rohadékok adását. Angolul hallgattam. Á, szóval angolul hallgatta a kenyéradó gazdáit. Angol irodalmi adásokat hallgattam. A magyar irodalom nem elég jó neki? Söpeli, álljon fel. Írja. Elismerem, hogy súlyosan védkeztem a dolgozó magyar nép és a magyar népköztársaság törvényei ellen. Engedve, fémszerzési viszketegségemnek kintevékenységet folytattam, továbbá fegyveres felkelést szerveztem a népköztársaság megdöntésére. Megbízóimtól a rádión át kaptam az utasításokat. Elismerem, hogy könnyű szívvel árultam el hazámat, mert mérhetetlenül gyűlölöm a magyar népet. Megvan? Írja alá. Hiába tagad, ha nem írja alá azonnal a vallomását, kiegészítetem a következő csinos kis passzussal. Elismerem, hogy kémtevékenységemben hasznos segítséget nyújtott a feleségem. Mit is mondtak? Várandós az asszonyka? Rossz időnek nézelébe, barátom. Az én órámat holnap 5.30-kor újra felhúzom. Magát is felhúzzák. Ez a maga vacsorája. Írhat a családjának, ha írni akar, és elbúcsúzhat tőlük. Ha aludni akar, párnát is kap. De altatószert nem adunk. Most este 8 óra 23 perc van. Reggel 5-kor átvisszük a gyűjtőfokházba. 5.30-kor akasztás. Az első vagon húzás Robek András közellátási államtitkár jelenlétében a Gizella Maron munkásai rögtönzött ünnepséggel fogadták. A harmadik jelenet egy faluba visz minket. Itt bizonyítást nyer, hogyan működött a beszolgáltatási rendszer. Aki kötelező terménybeadási kötelezettségét elmulasztotta, attól saját szükségleteire való tekintet nélkül elkobozhatták terményeit. Ez az elhíresült padlássöprés. A hatalom a társadalom átalakítását csak is terrorral tudta keresztül vinni. Ennek fő eszköze volt az államvédelmi hatóság. A jelenetben az AVH embereinek kegyetlenségeivel szembesülünk, és megpróbáljuk érzékeltetni, milyen volt, mikor a karhatalom emberei házkutatást tartottak. Mi ez? Nézd, cukor, krumpli, büdös áruhalmozó, legalább 3 év börtön, indulás. Majd ebben megtanulod meg a tisztesség. Hol a hízó? Nekem nincs. Mi az, hogy nincs? Múltkor még volt. Talán... Nocsak. Zsír, szalon. Hol vársz? Szóval levágtad, te büdös! Hallottátok? Házkutatás volt a szomszédoknál. Az egyiket elvitték, mert levágták a hízóját. A másikat meg azért, mert találtak nála 2 kiló cukrot, meg 3 kiló lisztet. A bitangálósok! Nálunk a gyárban megint emelték a normát. Ha belegebedünk, sem tudjuk megcsinálni. Annyiból, amit fizetnek, nem tudunk megélni a családommal. És még, hogy békekölcsön. Házkutatás! Az anyába! Ez a népköztársaság fegyveres megdöntésére irányuló cselekmény. Legalább 10 év. A 4. jelenetben ismét a börtönirodal helyszín.
A 7 éve raboskodó, ebből másfél évet a síralomházban töltő, akasztásra váró rab érthetetlen módon szabadon bocsátatik. Fogja! A civil ruhája öltözön át, mindjárt meg fogják borotválni. Neve? Anya neve? Hová távozik? Nem tudom. Hogy? Mi az, hogy nem tudja? Nem tudom, hogy hová visznek. Nem viszik magát sehova, mehet haza ebédelni a feleségéhez. Tehát, hová távozik? Szilfa utca 17. Miért engednek ki? Mit kérdez, Anya? Ki engedik és kész? Örüljön, hogy megszabadult tőlünk. Írja alá, nyugta, hogy átvette. Mire vár? Menjen már a fenébe! A szabad élettől teljesen elszokott rab nincs tisztában a kinti viszonyokkal. A 7 év gyötrelmei rányomták a bélyegét. Első útja egy trafikba vezet. Jó napot! Jó napot! Egy doboz cigarettát kérek. Mennyibe kerül az mostanság? Most szabadult? Most. A sógorom is ült 2 évet. Politikai. Annak is az első útja a trafikba vezetett. Meddig volt bent? 7 évig. Csűha, politikai? Igen, másfél év a halálra ítéltek cellájában. És most kiengedték? Úgy látszik. Nagyon meglátszik rajtam. Cigarettáját megvásárló férfi lassan eljut a Szilfa utca 17 alatt lévő bérházhoz. Itt élt be börtönzése előtt. A házmesterné meglepetten, de örömmel fogadja, viszont egy újabb, megalázó helyzettel kell szembesülnie. Jaj, szentem! Majd meg sem ismertem. 7 év, hát nem csoda. A feleségem még itt lakik? Haza tetszett jönni? Uramisten, hát persze, hogy itt lakik. Ő sem tudja, hogy haza tetszett jönni? Jóságos úristen, hát persze, hogy itt lakik. És a fiam, ő is? Egészséges, semmi baja, de rég szép nagy fiú lett belőle. Tessék bejönni hozzánk, tessék csak. Tudtam, hogy ártatlan, tudtam, hogy egyszer haza tetszik jönni. Nem nyitott a ajtót, pedig háromszor csengettem. Tessék bejönni hozzánk, senki sincs otthon. A felesége dolgozni jár, a Gyurika meg még iskolában van. Nálam van a lakáskulcs. Tessék felmenni és lepihenni, míg a felesége haza nem jön. Maga is jön? Megmutatom, hogy a felesége melyik szobában lakik. Melyik szobában? Tetszik tudni, most társbérlőik vannak. Azoknak utalták ki a 2 szobát. A felesége és a Gyurika a cselédszobába költözött. A konyha és a fürdőszoba közös maradt. Felmennék, lepihenni. Menjen csak. Várjon kicsit. Fogja ezt. Rendesen kell lennie. Most ez a legfontosabb. Amikor az ávó emberei hajnalban bejöttek, már tudtam, hogy elmarad az akasztás. Nem kötöztek meg, és nem törték el a karcsontjaimat, mint ahogy politikai foglyok akasztása előtt szokás. Még másfél évet töltöttem el ott, a síralomházban. Egyszer egészen az akasztófáig vittek, és csak ott mondták meg, hogy az akasztás ismét elmaradt. Most itt vagyok. A történelem nem áll meg, ahogy a világ változik, úgy változnak körülöttünk a politikai rendszerek. Ebben az állandó forrongásban, káoszban a II. Világháború és az 1956-os forradalom kitörése között eltelt 11 esztendő története egy pillanatnyi villanás, és mégis nekünk magyaroknak és nemzetünk történelmének fontos állomása. Megmutattuk a világnak, hogy szolgaságban, elnyomatásban élni nem tudunk, nem akarunk, és hogy szabadságunkért minden áldozatra hajlandók vagyunk. És a harmadik tél is lejárt, és egy hangon csengettek várat, és az apám az ajtóban állt. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a napzárt ház. Várj, várj, járj, volt egy
egy tánc, volt egy tánc, talán mégiscsak lesz folytatás. És a börtönön magányom reményen át úszik egy fehér hajó. De már szóltak a híres az ágyú, mind az életünk érdemben más, és mi mindent két bőrönbe gyűjtünk, de már nem ment az elő. Somogy megyei kormányhivatal, a Fonyódi járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége pályaválasztási kiállítást és szakbemutatót szervezett általános iskolás diákok számára. A rendezvénynek idén a Fonyódi Mátyás Király gimnázium adott otthont. A szakkiállítást dr. Nagy Szabina, a Fonyódi járási hivatal vezetője nyitotta meg, aki elmondta azt is, a rendezvény elsősorban a fiatalok céljainak megvalósítását segíti. Az itt jelenlévő szakemberek kiállítók azért jelentek meg, hogy útmutatásaikat megadván segítsék a pályaválasztás előtt álló diákokat céljaik elérésében, illetőleg megválaszolják azokat a kérdéseket, amelyek a gyermekekben felmerülnek. Én úgy gondolom, hogy ez a pályaválasztási kiállítás egy segítő kéz a gyermekek felé, amelyet, hogyha gyermekek, diákok elfogadnak, akkor segítséget kaphatnak álmaik, céljaik, elképzeléseik megvalósításában. A megnyitomban is, mint ahogy megfogalmaztam, biztattam a diákokat a közvetlen kommunikációra, biztattam őket arra, hogy merjenek nyugodtan és bátran kérdezni és érdeklődni, hiszen csak a feltett kérdésekre adhatóak meg a helyes válaszok, és én úgy gondolom, hogy aki ügyesen kérdez, az nagyon sok hasznos információval térhet innét haza. Számos középiskola képviseltette magát a kiállításon. A Balaton-Bogléri Matthias középiskola saját készítésű robotjait mutatta be. Volt, aki a hátrányos helyzetű diákoknak kínál továbbtanulási lehetőséget. Mi Arany János kollégiumi programmal készültünk. Az iskolában, illetve a kollégiumban Arany János kollégiumi program működik. Ez hátrányos helyzetű és halmozott a hátrányos tanulóknak kínál különleges állami támogatással megszerezhető érettségit. A gyerekek 5 évig vannak nálunk a kollégiumban, és ez idő alatt minden ECDL vizsgát letehetnek, illetve jogosítványt szerezhetnek, nyelvvizsgát, és hát az érettségére, valamint a felsőfokú vagy a szakképzésbe való továbbtanulást segítjük mi. A kiállítók között a rendőrség és a honvédség is megcélozta a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Nem csak kérdezni volt lehetőségük a diákoknak. Ennél a standnál a kiállításra szánt fegyvereket is kézbe vehették. Nem csak a diákokra, hanem a pedagógusokra is gondoltak a szervezők. Egy szakmai előadás keretében a Nemzeti Pályaorientációs Portállal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Nem kétséges, a pályaválasztás fontos jelentőséggel bír a fiatalok életében, hiszen egy egész életre meghatározó lehet az, hogy milyen szakmát választunk. A megfelelő döntéshez a széleskörű ismeretek elengedhetetlenek.
az iskola bőrzén megjelent intézmények képviselői ebben nyújtanak segítséget a fiataloknak. Idestova több mint 10 éve rendszeresen pályaválasztási rendezvényeket rendezünk a Fonyódi járási hivatal illetékességi területén, hol Balatonboglári központ, ahol pedig Fonyódi helyszínnel. Igazából ami a munkánkat behatárolja, befolyásolja az, hogy megfelelő helyszínt találni nehéz, mert mint látszik, azért egy megfelelő környezetet biztosítani kell mind a pályaválasztás előtt álló diákoknak, mind pedig a kiállítóknak. A munkaügyi kirendeltség, munkaügyi központ, az országos szintű nemzeti munkaügyi hivatal fontos célja, hogy a prevenció időszakában tudjunk segíteni a pályaválasztás előtt álló diákoknak. Meg kell ismerniük azt, hogy tulajdonképpen mi vár rájuk az éles munkaerőpiacon. Nem csak iskolát kell választani, hanem később szakmát is. Ez az ugródeszka, az ő lehetőségük, amit fel tudunk ajánlani kormányzati szinten. A kiállításon részt vett Mórin József Attila országgyűlési képviselő is, aki üdvözölte a kezdeményezést. Ez egy remek kezdeményezés, amit a munkaügyi központ összefogva az iskolákkal, a járási hivatallal lehetővé tette, hogy a gyerekek minden elkötelezettség nélkül megismerhessenek középfokú oktatási intézményeket, esetleg potenciális munkahelyeket, sőt, nagy örömömre szolgál, hogy felsőoktatási intézmények is úgy gondolták, hogy érdemes kiállítani. Aki élni akar, aki boldogulni akar, annak dolgoznia kell. Ehhez munkahelyek kellenek, ez az állam feladata az, hogy ezeken a munkahelyeken dolgozzanak a fiatalok, ahhoz pedig iskolába kell járniuk, és erőfeszítést kell tenniük. Tehát ha úgy tetszik, ez a kiállítás az igények és a lehetőségek egymásra találása. Nagy örömmel láttam, hogy számos iskolából érkeztek csoportok, több száz gyerek vesz részt a mai programokon, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik pont a ma szerzett tapasztalatok és élmények alapján döntik el, hogy melyik középiskolában tanuljanak, és aztán később majd milyen téren találják meg a boldogulásukat. A kiállításra 10 általános iskolából érkeztek diákok, akik átfogó ismereteket szerezhettek az egyes szakmákról, a továbbtanulási és munkavállalási lehetőségekről. Jó, sok választék van itt. Több mindent megtudhatunk, hogy milyen szakmák is vannak. Tudod már, hogy mi szeretnél lenni? Hát vagy az ápoló, vagy cukrász, még nem nagyon tudom. Szerintem nagyon jó ez a rendezvény, mert sok iskola összegyűlt itt, és rendes bemutatót tartanak itt az iskolákról. Kaposvárról nagyon sok iskola volt itt, meg Siófokról. Ezeket az iskolákat néztem meg, de nekem a Fonyódi tűnt a legjobbnak. Mind a kiállítók, mind pedig az általános iskolák diákok részéről pozitív visszajelzések érkeztek hozzánk. Szeretnek eljönni egy-egy kiállításra, itt frekventáltan, összpontosítottan találkozhatnak a lehetőségeikkel, illetve első kézben is informálódhatnak. Autóbuszos szállítással helyszíni üzemlátogatásokat is szerveztünk. A kiállítók között 3 munkáltató ad lehetőséget arra, hogy helyszínen betekintést nyerhessenek a pályaválasztás előtt állók az adott szakma rejtelmeibe, megismerhessék az adott munka előnyeit, hátrányait, illetve közvetlen kérdéseket tudjanak feltenni a munkáltatók képviselőinek. A Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezete szervezésében véradást tartottak Fonyódon, az egészségházban. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente 500 ezer egység vérre van szükség. Ehhez évente közel 500 000 önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink. Milyen gyakran jár vért adni? Évente 2 alkalommal és rendszeresen. A véradásokon kevés fiatallal lehet találkozni, pedig vért adni nem csak azért jó, mert segítünk másokon, hanem ilyenkor a leadott vért megvizsgálják, az eredményeket ki is elemzik. A leadott vérből vörösvértest készítmény, plazma készítmény és vérlemezke készítmény is lesz. Ezen kívül számos gyógyszer is csak emberi vérből állítható elő. Miért tartja fontosnak a véradást? Tehát nagyon könnyű, meg nagyon nehéz is válaszolni. Egyrészt nagyon jól érzem magam a véradás után, másrészt pedig ezzel az érzéssel, meg azzal, hogy vért adok, másoknak is segítek. Inkább a középkorúak és az idősebb emberek fordulnak meg, legalábbis tapasztalataim szerint. Fiatallal találkoztam az elmúlt alkalmakkor,
de nem sokkal. A következő véradás időpontjáról a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezete internetes oldalán is tájékozódhatnak. Ünnepre jöttünk ma ide, nagy az örömünk, mosolyog a szemünk. Kívánunk sok boldog életet, sok szépet, erőt, kacagás és szeretetet!
Jó, igaz, és megint.
ne menj arra, kis angyalom, mert lesel róla. Nem esek, nem esek, én a Balaton vizébe, inkább esek, kis angyalom, vélek szerelembe. Nem esek, nem esek, én a Balaton vizébe, inkább esek, kis angyalom, vélek szerelembe. Balatoni kikötőben megállt a gőzhajó, közepébe ki van tűzve a nemzeti zászló. Fújja a szél, fújja, mindig az is arra fújja, ahonnan a kis angyalom a gyors vonat hozza. Fújja a szél, fújja, mindig az is arra fújja, ahonnan a kis angyalom a gyors vonat hozza. Mindenkinek van kedvese, csak én nekem nincsen. Elraboltam a Balaton az én drága kincsen. Megkérdezem tőle, ha vitte melyik szívébe, elmegyek én a rózsámért a világ végére. Megkérdezem tőle, ha vitte melyik szívébe, elmegyek én a rózsámért a világ végére. A Balaton festőjének, Egri Józsefnek nyílt életmű kiállítása a Magyar Festészet Napja alkalmából a Fonyódi Múzeumban. A kiállítás képanyagát az Egri József Pályakezdők Képzőművészekért Közhasznú Alapítvány bocsátotta a múzeum rendelkezésére. Ki is volt ez az Egri József, aki a 20. század talán egyik legjelentősebb Balaton festője volt. Ő a Balatonnak a szerelmese volt, a Balaton festette. Jó lehet, az egész világot bejárta, nagyon sok helyen megfordult, de a legfontosabb hely számára a Balaton volt. Itt a tőszomszédságunkban, a szomszédvár a Badacsonyban élt, és ott alkotott. Csuha Piroska, az alapítvány elnökasszonya megnyitó beszédében röviden ismertette Egri József életútjának fontosabb mérföldköveit, és elmondta, hogy az itt kiállított képanyag a legátfogóbb gyűjtemény Egri József munkásságából. A látogatók számíthatnak arra, hogy ilyen gyűjteményt nem sok helyen látnak Egri Józseftől, ugyan másolatunk van, de tükrözi a munkásságát. Egri József nagyon termékeny festőművész volt, hisz a háborúba közel 70 munkássága elégett, ezek ugye festmények és grafikák, hát nem csak nekik, mert ugye több művésszel béreltek közösen műtermet, és az bombatalálat érte, senkinek nem maradt meg a munkássága. Úgyhogy sem Badacsonyban nincs ilyen nagyszámú másolat sem, meg eredeti sem, Keszhelyi Múzeumban sem található. Egri Józsefnek az eredeti képeiből a győri püspöki palotában van a legnagyobb gyűjteménye. Tehát itt meg attól is nagyobb van, mivel a Széchenyi könyvtárból sikerült összeszedni olyanokat, amit kivenni se lehet a könyvtárból, csak helyben lefénymásolni. Megtalálhatjuk a falakon Egri korai alkotásainak, de késői műveinek reprodukcióját is. Egri képeinek hangulata mellett a kivitelezés technikája is egyedi és utánozhatatlan. Egri József egy különleges technikát talált fel, az olajpasztelt. Ma sem tudják még festők se, hogy hogy ért el az olajpasztel festészettel ilyen párás, szép, meg napfényes fényeket. Ezt egyedül ő tudta, ezt nem tudja ma sem már senki. Nagyon szeretem Egri munkásságát, kicsit nosztalgiázok is. Minden festménye, főleg ami a Balatonnál készült, azok nagyon szépek. A Fehér Bot napja alkalmából a Fonyódi Lions Club szervezésében vendégeskedett a Csillagszületikből ismert látássérült zongorista lány, Kriszbai Teca a Feng Shui galériában. Bármilyen fellépésre, akárhova hívnak, első szóra megyek. És milyen érzés neked, hogy itt léphetsz fel ma a Fonyódon? Nagyon jó, és azért, mert
így a messzibb területeken is megismernek, itt vidéken. És az Alliance Club, ez nekem mindig is nagyon tetszett, hogy így a sérültekkel így foglalkozik. Meg ez a Fehér Botnapja, ez is egy nagyon szép rendezvény szerintem. Ugye azért ez velünk a látássérültekkel foglalkozik, minket érint. És tök jó, hogy itt, hogy ránk is gondolnak, hogy a mi eszközünket, a Fehér Botot így megünnepeljük, hogy tudunk mivel közlekedni. Mert nem csak a Fehér Bot van, van a vakvezető kutya is, de az is szerintem egy csodálatos eszköz ez a Fehér Bot. Ugye én bevallom, hogy én nem tudom olyan jól használni, mert az éneklés elvette az időmet, és hála jó Istennek egyébként. Ugye állandóan énekeltem, aztán hát nem gyakoroltam a közlekedést, és így inkább kísérgetnek, de tudom használni egyébként, tehát hogyha rá lennék kényszerülve, akkor el tudnék szerintem menni. És akkor először egy saját szerzeményemmel kezdeném, aki nézte a Csillagszületiket, az már hallhatta, édesapám írta a szövegét, és a zenét azt meg én. Dallamot, zongorát, mindent. És a dal címe pedig Nem látom arcodat. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Úgy hallottuk, hogy nemrég jártál Svájcban. Hogyan kerültél ki, és mit csináltál ott? Szentdrőládi Népfőiskola nyert egy pályázatot, és akkor igazából meghívták erre, ugye ebből az apropóból, hogy meghívták a Nem adom fel együttest. Ugye abban az együttesben sérültek vannak, illetve egészségesek, és zenélünk. Zenélnek, az a lényeg. Hát én ilyen beúró énekes vagyok. Tehát többször már hívtak, és
mondták, hogy menjek el én is velük. És akkor ez most volt 2 hete. Elmentem, és annyira jó volt. Mi történt veled a csillagszületik óta? Hát azóta rengeteget járok fellépni. Hál' Istennek például ugye volt ez a Svájc, akkor különböző jótékonysági estekre, irodalmi esten is részt vettem már, szóval nagyon-nagyon sok helyre hívnak. Kint jártam Erdélyben például. Meg tanulok azóta ugyanúgy. Most tovább tanulás az a tervem. Mik a céljaid? Hova szeretnél menni? Még azt nem tudom, hogy egyetem vagy főiskola, de ugye énekelni szeretnék, meg zeneterapeuta lenni. Ugye az a zene és a pszichológia kapcsolata, mert hát manapság meg kell élni azért több mindenből. És erre gondoltam, mert ez csak foglalkozik a zenével, de azt mondják, hogy az emberek lelkére is jól tudok hatni, de tényleg, tehát csillagszületikbe is, hogyha valaki el volt keseredve, mondjuk kevés pontot kapott, akkor rögtön hozzám jött, jaj, tetszem, most ez miért van, és már azt mondták, hogy a kisugárzásommal hatok egyébként. Nem bírod tovább.
énekelek, az egy nagyon szép dolog, de első azért mégiscsak a tanulás, pont emiatt, amit ugye előbb már említettem, hogy ma már több lábon meg kell állni, és azért most előrehozott érettségire készülök angolból, mert angol nyelvből, most vagyok 11-es, de már hála Istennek tartok ott, hogy, és azt elmondhatom, nem önfényezésképpen, mert az nem az, nem az én műfajom, az öndicséret, de hát szeretném letenni, és kitűnő tanuló vagyok, hála Istennek, mert két tantárból emelt szintű érettségit, magyarból és biológiából, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Most egyébként egy zenekar alapításán dolgozom. Most már jelenleg hárman vagyunk, de szerintem elég is, mert a gitáros, de az a gitáros, azt úgy képzeld, a mindenen, tehát minden basszusgitár, szólógitár. Majd hát, hogyha egyszer úgy kerülök már Fonyódra, hogy tudunk együtt zenélni. Van már nevetek? Lesz valami név? Nem, még most alakulunk, de majd kitalálunk valami jó nevet. Lehet, hogy majd az lesz, hogy a rajongóktól várunk ötleteket, mert ezt szeretik, mert nekem ugye most van a Facebookon egy rajongói oldalam. Akkor már itt elmondom, hogy várom az ötleteket, aki ezt nézi majd, nézi ezt az adást, és engem kedvel, esetleg kedveli az oldalt, nem akarok itt reklámozni, de hogy nyugodtan lehet ötletelni, hogy milyen neve legyen ennek a hármasnak. Mi is próbálunk, de ehhez az emberek segítségét is szeretném kérni, és akkor itt meg is ragadtam az alkalmat. I am.